Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben. Na hát akkor üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok! Na hát üdvözlök mindenkit. Most tegyük fel, hogy most egyedül vagyok, a videónézők látják, hogy nem egyedül vagyok, de azért nem szeretném egy-két mondanommal felkonferálni, hogy miért foglalkozunk a Hold alapkezelő rádió frekvenciáján azzal, hogy a marihuána vagy az alkohol az idézőjelben jobb kábítószer, és hát miért? Azért, mert az ostobaság minden formája ellen had van üzenve, és itt aztán tényleg itt vannak érzelmek, itt van begyöpösödöttség, itt van butaság bőven. És akkor hadd kezdjem egy ilyen személyes felvezetővel. Nekem van három lányom, és hát nyilván a legjobbat akarok nekik. És tegyük fel, hogy amikor majd néhány év múlva elkezdenek bulikba járni, akkor lesz beleszólásom, hogy milyen buliba mehetnek. Nyilván nem lesz, de tegyük föl. És akkor mit mondanék nekik? Hát először is, hogy táncos buliba menjetek, ahol a zene az egyetlen narkotikum, mert ott akkor aztán béke van, nyugalom, csí, óriási harmónia. De tegyük fel, hogy nem fogadják meg, és akkor azt mondják, hogy hát ők olyan helyre is szeretnének menni, ahol az emberek ott drogoznak. És akkor én választhatok, hogy olyan drogos buliba menjen, ahol alkoholt isznak, vagy ahol marihuánát szívnak. És kérdés nélkül a marihuánásba fogom őket küldeni. És hogy jutottam el ide? Hát ugye az egyszerű válasz az persze a szokásos, amit itt sokszor mondok. Ha az ember a rációt használja, lehámozza az érzelmeket, meg a megszokásokat, akkor ez egy no-brainer szerintem, hogy sokkal jobb egy marihuána buli, mint egy alkoholos buli. És van persze egy szofisztikált, hosszabb válasz, egy tudományos válasz, amit most hárman fogunk megadni, mert itt van velem Szabó Dávid, kriptoanarchista, aki az élet nagy dolgaival szokott foglalkozni. Szia, Dávid! Sziasztok! És itt van velünk Demetrovics Zsolt, az ELTE pszichológiai tanszékének professzora, ő meg aztán pláne szokott ilyen nagy dolgokkal foglalkozni. Szia, Zsolt! Sziasztok! Pszichológiai intézet. Pszichológiai intézet. És na tessék, a felvezetőmbe tudtok belekötni, mert ha nem, akkor rögtön belevágunk. Bele tudsz-e kötni? De belekötni semmiképp nem szeretnénk. Nyilván ez egy komplex kérdés, hogy hova engedni vagy küldeni az ember a lányát. Valószínű, hogy sok minden szólhat egyik meg a másik irány mellett is. Hát beszéljünk róla. Jól van. Hát igen, erről fogunk hosszabban beszélni. Szóval szerintem azért nem olyan nagyon egyértelmű az, amit mondasz. Tehát persze, nyilván vannak olyan bizonyítékok, amikről majd így beszélni fog biztos ami szakértőnk is, ami ugye azt mondja, hogy talán a marihuána nem is olyan nagyon ártalmas, mint mondjuk az alkohol. Ez az egyik dolog, de hogy közben meg az se teljesen mindegy, hogy milyen életkorban hova küldi az ember a gyerekét, és hát persze tegyük hozzá azt is, amit talán akartál mondani, hogy de azért legszívesebben inkább egyikbe se küldenéd. Így van, és nem küldem őket, mennek, ezek képzel mennek, ezek a gyerekek mennek maguktól. Az igaz, hogy ugye persze az egész kérdés hipotetikus, de hát már az is hipotetikus, hogy vannak ilyen bulik. Tehát, hogy olyan bulik vannak, hát nem tudjuk, mi lesz akkor, de hogy eddig bulik azok alapvetően olyanok, hogy van ott alkohol is, meg marihuána is, meg többnyire még más drog is. Tehát ezek nem igazán külön választhatók. A bulik sem, és hát amennyire nézzük a fiatalok szerhasználata sem. Tehát, hogy nem az történik, hogy akkor ő az egyiket használja, a másikat nem. Mindig ez van az élet közben. Ez a pszichológiában is ez egy probléma, hogy csinálhatunk laboratóriumi kísérleteket, és sok irány a pszichológiának azt csinálja, hogy viszonylag jól le tudjuk csupaszítani a kérdéseket, és ilyen módon a válaszok is egyértelműek, csak ezeknek olyankor kevesebb relevancia, vagy kevesebb közvetlen kapcsolata van a valósággal, hiszen kizárok egy csomó olyan tényezőt, ami a valóság
összetettségében meg ott van. Szóval, hogy ez... Értem én, hogy összetett a kérdés, és a gyerekek össze-vissza mennek. Ez egy hipotetikus felvetés volt, de akkor itt van, tessék, itt van egy telek. Még egy ilyen témakört felvetnék ehhez. Már hogy miről ide is témakört, már is, Jézusom. Tehát, hogy itt te felveted azt, hogy a gyerekek, és hogy a szerek, de hogy én picit arról is olyan szívesen beszélnék ebben a műsorban, hogy hát nem csak a gyerekek, hanem mi, tehát hogy az, hogy így a Hold alapkezelőben itt vannak felnőtt emberek, és hogy akkor ők mi mindent csinálnak, és nem feltétlenül a szerekről akarunk beszélgetni, hanem függőségekről, addikciókról, de hogy ezekről... Most miről tőzsdéről beszélsz? Milyen addikció igen, van? Igen, például a tőzsdéről beszélek, jó. Vagy a munkáról beszélek. Már kezdtem megijedni, hogy ki kell vágjalak. Arról beszélek, hogy az addikció az nem feltétlenül csak szerekhez kapcsolódik, és hogy ez egy olyan téma, amiről szerintem érdemes beszélni, és akkor nyomban itt már benne vagyunk mi is a képbe, mint függő emberek, és mindenki meggyónhatja, hogy milyen függő, vagy hát nem is kell ezt így meggyónni, csak ne csináljunk úgy, mint hogyha mi nem lennénk függők. És persze lehet, hogy nem szerekre vagyunk függők. Igen. Na jó van. Ennek el fog jönni az ideje. Menjünk a menetrend szerint, mert teljesen összekuszálsz engem. Bocsánat. Itt van a telextik. Az a címe, hogy drogosokat, alkoholistákat és melegeket akar legkevésbé a szomszédjának a magyar ember. Ez a magyar ember, kedves telex, ezt felejtsük el, a magyar ember nem egy massza. Na és ami érdekes ebben, hogy itt a drogosokat és az alkoholistákat egyrészt külön kezelik, mintha az alkoholisták nem drogosok lennének, másrészt meg egyben egyiket se szeretné a magyar a szomszédjának. Tehát, és az első kérdésem az, hogy mennyire újdonság szerint, tehát hogy mennyire köztudott ez, hogy végül is az alkohol is egy kábítószer, mennyire sokkolnád ezzel az embereket ezzel az állításra, hogy a marihuána egy jobb kábítószer, mint az alkohol, mert én nem tudom, én saját buborékomat ismerem nyilván, de hát te, neked hát a szélesebb a mintád. Nagyon sok kérdés van, de akkor megpróbálok sorba. Egyrészt majd arra térjünk vissza, hogy a marihuána jobb kábítószer, mint az alkohol, vagy az alkohol rosszabb, mint a marihuána, mert nem ilyen egyszerű, de erről beszélünk mindenképp. A másik, hogy igen, abban teljesen igazad van, hogy a dolog lényegét tekintve az, hogy alkohol, vagy marihuána, vagy valami egyéb pszichoaktív szer, ezt valóban ezeket mi pszichoaktív szereknek hívjuk csúnyán, ami azt jelenti, hogy a központi idegrendszeren fejti ki alapvetően a hatását, és ott a gondolkodást, észlelést, érzékelést, hangulatot, stb. Módosítja, így vagy úgy, nagyon sokféleképpen. Ilyen szempontból az alkohol az pont olyan pszichoaktív szer, mint a kannabisz származékok, vagy a heroin, vagy a kokain. Egy a sok közül, nagyon már ezeknek mind nagyon különböző az, hogy milyen hatást fejtenek ki, pontosan milyen neurotranszmitter rendszeren keresztül hatnak az agyra, és ennek megfelelően mi lesz a szubjektív hatásuk, tehát ebben nagy különbségek vannak, de ilyen szempontból az alkohol nem tér el az illegális drogoktól. Ugye itt most azért... Miben tér el? Abban tér el, hogy illegális etetet. Ja, nyilván ez már egyébként egy szempont, amikor a lányodnak tanácsot adsz majd, mert a marihuánát fog szívni, azért ha ugyanez lesz a törvény, akkor potenciálisan 2 év börtön jár ma Magyarországon, az alkoholért nem. Tehát ugye ez is egy szempont, amit az egyéb kockázatok mellett, hogyha fiatalokkal beszélünk, el szoktuk mondani. Tehát ez egy adottság. Ma Magyarországon a kannabisz illegális, ha azt használod, akkor potenciális. Nem szoktak, tehát a személyes használat kis mennyiség esetében a gyakorlat az elterelés, tehát van egy ilyen jogi út, tehát hogy nem kerülnek börtönbe a fiatalok szerencsére, de elvileg ott van a 2 év, és ha egy 18 év fölötti ad át egy 18 év alattinak, és az átadásba adott esetben a jogi eljárásba azt is beleértik, hogy körbe megy a joint, az viszont már azt hiszem 3-tól 8 évig terjedő, tehát hogy ott viszont már tud baj lenni, iskola környékén tud baj lenni, és a 18 év feletti, az lehet, hogy 18 év 4 hónapos éppen ugyanabból az osztályból, mint a 17 év 8 hónapos. Szóval, hogy van egy jogi kockázat, amit nem szabad elfejtésztem, veszik az egyéb kockázat. Jó, de ez fontos. Ez nem mindegy, hogy börtönbe zárnak, vagy nem. Tényleg nem biztos kell. Lányaim, nem mindegy, hogy a börtönbe. De 18 év alatt alkoholt is tilos fogyasztani. Nem, de. A 18 év alatt árusítani tilos az alkoholt, mert ha alkoholt iszol, azért nem fenyeget téged a törvény semmilyen szankcióval. Azzal, hogyha te eladsz egy 18 év alattinak, az egy más
más kérdés. Nagyon, tehát különböző kép szabályozzuk a különböző szereket. Az alkohol is egy, az alkohol az egy szabályozottan használható drog ilyen értelemben, ha ezt mondod, és legális a használata. Más kultúránként ez is eltér, tehát mások a szabályok az Egyesült Államokban, mások a szabályok Skandináviában, és mások más egyébként a kulturális környezet is valamennyire, de alapvetően az alkohol ebben a kultúrában egy elfogadott és támogatott drog, tulajdonképp a zsidó keresztény kultúrának a saját drogja. Ennek megfelelően bánunk vele évezredek óta, és persze minden negatív következményét is nyögjük. Ezért van külön kérdés a felmérésben. Tehát azért van külön kérdés, mert ez, amire utaltál, ezekben a kutatásokban arra vagyunk kíváncsiak, ilyenek régóta, tehát ez jó 30 éve látjuk ezeknek a kutatásoknak az eredményét. Ezek az adott szerekkel kapcsolatos társadalmi reprezentációt vizsgálják, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a szerekről, és hogy mennyire utasítjuk el részben ezeket a szerhasználókat, meg egyéb kisebbségi csoportokat, és ezt úgy, ennek az egyik vizsgálati módszer, hogy azt kérdezett, hogy mennyire fogadnád el szomszédodnak, lehetne mennyire fogadnád el a lányod férjének, vagy munkatársadnak, vagy bárminek. Ebben a droghasználók messze a legelutasítottabb populáció, tehát 30 éve mióta ilyen vizsgálatok vannak. És ebben most az alkohol is benne van? Nem, az alkohol az lényegesen kevésbé. És a pirézeket is jobban szeretik? A pirézeket is, még akkor is, hogyha ez a beugratós része a dolognak. Igen, de hogy itt minden más, ugye a droghasználata kapcsolatosan sok minden tisztult, mondjuk a 90-es évek eleje, közepe óta, amióta ma, tehát az klasszikus illegális szerek, meg aztán az egyéb szerek megjelentek, vagy széles körben elterjedtek Magyarországon. Ugye akkor, tehát ott 30 éve, ott teljes összeolvadás volt, tényleg nem volt egy szülő fejében sem, meg senki fejében tiszta, hogy mi a különbség a marihuána, a heroin, a kokain és az amfetamin között. Tehát, hogy az volt a tudás, ami a filmekből valamennyire lejött, az egy massza volt, és alapvetően az az üzenete, hogy a drog az intravénás használattal, akkor hajléktalanság, halál. Így van, én néztem ugye a T.J. Hookert a 80-as években, és elborzadtam, amikor mondta, hogy ez marihuána. Igen, Jézus, tehát hogy nem Mária. Semmi differenciás, nem, nyilván ebbe a kérdésbe sincs, azt lehetne tovább. De most már sokat javult, tehát most már. Nyilván most már egy olyan felnőtt generáció van, amelyik a 90-es években vagy kipróbálta, vagy látta, hogy az osztályában barátai között mások kipróbáltak ilyen-olyan drogokat, elsősorban a kannabiszszállalékokat. Látja, hogy ezekből az emberekből nem intravénás droghasználó lett, van, akiből persze igen, de a többség az felnőtt, dolgozik, és sebészorvos, tanár, matematikus, vagy bolti eladó, vagy bármi zöldséges, tehát hogy minden esetre tehát családja van, gyermekei vannak, és felelősség teljes felnőtt lett. Tehát nagyon a kapudrog nagy része. Elmélet az hülyeség? A kapudrog elmélet az sokkal komplexebb, mint ahogy általában. Ugye a kapudrog elméletről annyit mondunk, hogy azt mondja, hogy aki kipróbálja a marihuánát, az ki fogja próbálni utána a heroint is, és aztán intravénás használó lesz, és drogfüggő. Ebben ez így nyilvánvalóan nem igaz, de nem is ez az, tehát az elmélet, a maga tudományos valójában ennél lényegesen bonyolultabb, az több feltételezéssel él, amiből például az igaz, hogy a drogok kipróbálásának van egyfajta egymásra következése az esetek jelentős részében, mellesleg nem a marihuánával kezdődik, hanem az alkohollal, meg a dohányzással. Tehát, és bármelyiknek a kipróbálása az általában növeli a kockázatot a következő kipróbálásának. Ez nem feltétlenül egy egyértelmű oki kapcsolat, tehát hogy nem biztos, hogy azért történik a tovább lépés egyszer, mert az előzőt kipróbáltad. Illetve sok más, az is beleszól, hogy egyáltalán mi az, ami neked inkább egy hozzád illő drog, vagy ami a te szükségleteidre inkább reflektál, de hogy a használók is
használnak különböző határokat. Tehát, hogy a jogi szabályozásról beszélünk, ugye a jogi szabályozás húz egy határt, a legális, mi legális, az az alkohol és a kanabisz között van meghúzva. De hogy a hasznak egy jelentős része ezt a határt odébb tolja a maga kockázat becslésében, és pont akár a saját, vagy akár a megfigyelt tapasztalatok, akár más információk alapján azt mondja, hogy a kanabisz még belefér, és mondjuk más nem fér bele, és ezért nem megy akár tovább egy tudatos döntés révén. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű a kapudrog elmélet, és ilyen egyszerűen nyilvánvalóan nem igaz. Mint és ahogy... nincs egy biológiai örcs, hogy mivel ezt már unom, ezért... Nem feltétlen. Ugye itt a kapudrog elméletben egy komoly momentum például a hozzáférhetőség. Tehát az, hogy akitől veszem a marihuánát, az fog-e tudni, úgy kereskedik-e. Ugye pont erre volt például válasz részben, nem csak, de a holland drogszabályozás a 70-es évek közepén, amikor azt mondta, hogy a marihuánát kiemelem ebből az egészből, és ezt elérhetővé teszem bizonyos körülmények között, és szemet hunyok, ugye azt gondolom, többnyire az is egy, hogy legális, de nem legális Hollandiában a kanabisz használat, hanem egyszerűen nem eltekintenek megtűnt a büntetéstől. Depenalizáció van, tehát nem büntetik. A törvény betűje szerint ugyanúgy illegális. De hogy amikor ezt kivették, és azt mondták, hogy nem törődnek vele bizonyos keretek között, bizonyos mértékig, a többi, akkor pont a piac szétválasztása volt az egyik cél. Tehát az, hogy aki a marihuána, ahol a marihuánát beszerzed, ott ne legyen heroin, aminek a kockázatai viszont összehasonlíthatatlanul nagyobbak. És ez a holland drogpolitikában működött is, ami nem jelenti azt, hogy ez feltétlen egy az egyben átültethető bárhova, de arra példa, hogy a kapudrog elméletnek ez például egy fontos komponense tud lenni, hogy az, akitől én marihuánát veszek, annál van-e ecstasy, van-e heroin. Ha nincs nála, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy tovább meg, és de lehet. Ez hozzájárul ahhoz, hogy Hollandiában mondjuk a kemény drog használat, ez egy alacsony szinten van, hát sokkal alacsonyabb, mint a környező országban. Hát a heroin használat az gyakorlatilag már 90-es évekre. Hát egyrészt abszolút keretek között közé került, és aminek más okai, tehát ugye az ellátás is, a metadon fenntartó kezelés, tűcsere programok, ezek mind hozzájárultak, de hogy igen, a holland drogpolitikának az egy egyértelmű sikere, hogy ezeknek a drogoknak, elsősorban a heroinnak, opiátoknak, azok abszolút visszaszorultak, nincsenek újabb belépők. Na jó, akkor menjünk rá erre a Lancetben megjelenő kutatásra, amit David Nutt, ezt csak azért mondom el, mert még elő fog kerülni a neve, bonyolította mondjuk, és az volt a konklúzió, kevés mondatban, hogy az alkohol az messze a legrosszabb kábítószer, akkor, hogyha nem csak a egyénre vetített hatását nézzük, tehát gyakorlatilag egészségügyi hatását, kicsit mondjuk kisúzásra, de mondjuk belemegyünk, hogy mi ez, hanem a társadalomra okozott hatását is. Alkohol a legrosszabb, hogyha ezt a kettőt együtt nézzük, heroin a második, amiről szó volt, és akkor ezért jó az talán, hogy az kiveszett Hollandiából. És igazából, és ugyanebben a kutatásban a két legális drug, a kábítószer, az alkohol és a nikotin, az még mindig, az mind a kettő az első hadban van. Igen, hát a dohány az a hatodik pont, miközben az alkohol a legveszélyesebb. És erről beszélj egy kicsit, Zsolt, hogy mi ez, ugye ha valaki arra gondol, hogy melyik a veszélyes kábítószer, akkor mindig arra gondol, hogy melyiktől fog meghalni. De itt nem erről van szó. Nem, amit a Nutték csináltak, ez egy régebbi kutatás, de nagyon izgalmas, és akkor is nagy port kavart, meg aztán sokan tovább is vitték, finomították, megismételték picit más módszerrel. Ugye ő azt hiszem 17 különböző szert rakott sorrendbe a szakértői vélemények alapján egy 3x3 szempontos ártalom értékelési rendszerbe. Tehát, hogy
hogy 300, nem tudom, összes 9 szempontot nézett, ami különböző kockázatok, ártalmak az egyes szerekkel kapcsolatosan, és ezekben azok vannak, amiket említettél, tehát a függőségi potenciál, tehát mennyire válsz függő, ez egy, de hogy az akut ártalmak, a krónikus következmények, a társas következmények, a megvonási tünetek, tehát hogy sok ilyen szempontot nézett, és ezek alapján kalkuláltak egy átlagos értéket, és ebben valóban az alkohol igen előkelő helyen végzett, és több illegális szer jóval hátrébb, kanabisz egyértelműen, de az ecstasy is, és ez ha, igazából egy szakember... Teszem, igen. Bocs, hogy ha teljes nézzük, tehát ha csak azt nézzük, amit mindenki rettegi a gyerekét, hogy melyiktől hal meg, akkor az alkohol az csak mondjuk a hatodik. Tehát ebben a felmérésben. És egyébként a gombák, meg az LSD, meg az ecstasy, azok a legkevésbé. A legkevésbé. Hát ezek nem klasszikusan addiktív szerek, tehát hogy ezek nem azok, amiktől igazából a függőség alakul ki. Tehát ezek halucinogének. A halucinogéneknél nem a függőség a fő kockázat, ott más kockázatok vannak ott, az, hogy a pszichedelikus hatás, vagy ennek a... Ugye ott tulajdonképpen egy átmeneti pszichotikus állapot jön létre, erős halucinációkkal, önkontrollvesztéssel, az ön azonosságérzés megkérdőjelezésével vagy elvesztésével, ami azért egy akuttan egy potenciálisan veszélyes állapot, van egy kockázata akár a hosszabb távon, akár akuttan, hogy valamilyen mentális zavar kibontakozik, tehát ez is egy kifejezett kockázata ezeknek a szereknek, de túladagolási kockázatuk, nem mindegyiknek, de mondjuk mindegy, szóval most többnek nincs igazán, vagy kevésbé, vagy ez nem halálos túladagolás legalábbis az, ami a kockázat, hanem ez az élmény lesz még erősebb. Tehát kicsit egyszerűen tehát, hogy más kockázatai vannak a különböző szereknek, ebben a rendszerben a halucinogének végképp a végére kerültek a sornak. Hogy a halucinogén tölte, átmenetileg kicsit megőrülsz, és az a kockázata, hogy így is maradsz. Igen, de ha beülsz, ez egy kockázata, hogy akár úgy is maradsz, de ha beülsz egy autóba, akkor igen nagy a kockázata, hogy karambolozni fogsz és meghalsz. Tehát, hogy nagyon jelentős kockázatai vannak a halucinogéneknek is, de más természetűek, mint a heroinnak. Ez a skála, amit kidolgoztak, egy értékelőrendszer, a NATTÉK, az ugye annyiból jó, hogy ez egy komplexebb, tehát több szempontot vesz, és ezeket együtt nézi meg, és ez alapján sorolta hátra ezeket a halucinogéneket. Nyilván ezeknek az elterjedtsége is szerényebb, meg sok tekintetben kisebb kockázatok jelentek. Az alkoholnál van néhány tényező, ami nagyon komoly kockázatot jelent, az egy közhely, ezt én sokszor mondtam, és nem csak én mondom, elhangzik sokfelé, de érdemes mondani, az alkoholt ma fedeznénk föl, akkor néhány napon belül a legszigorúbban kontrollált szerek között lenne. Be lenne tiltva. Valószínűleg be lenne tiltva, de nem most fedeztük föl, hanem évezredek óta velünk van, sőt, tehát a természetben meg gerjedt gyümölcsök formában évmilliók óta. Már a dédapám is csinálta, akkor biztos rendben van. Jó, azért mondom, nyilván ez egy kulturális kérdés, és azt látni kell, ez az, amire a NATTÉK kutatása rámutat, és ami a kérdésed volt, hogy a szerek illegalitása, egy adott kultúrán belüli döntés, hogy ez legális vagy illegális, és az ártalmassága között nincs kapcsolat. Ez egy feltételezés, ezzel a józan ember él ezzel a feltételezéssel, hogy az alapján döntjük el, hogy valami legális vagy illegális, hogy mennyire ártalmas. Ez a szempont bizony egész biztos szerepet játszik, de messze nem meghatározó. A kulturális, érzelmi viszonyulás, tulajdonképp az, hogy mennyire idegen az a drog számunkra, vagy mennyire a mi kultánk része, sokkal meghatározó. Hogy mondjak erre, tehát ez a szokásos mantrám, hogy a politikus nem valós problémákra keres megoldást, hanem szavazatokat gyűjt. És mikor gyűjt szavazatokat? Akkor, hogyha amit a társadalom nem szeret, az betiltja. Egyébként ez a NAT, ez tagja volt valamilyen kormánybizottságnak, és amikor elkezdte ezt mondogatni, hogy sokkal veszélyesebb az alkohol a társadalomra, mint a kanabisz, akkor kirakták ebből a kormányszervből. Igen, ez a brit kormánynak a kábítószerügyi tanácsadó testülete volt, valóban kirakták, ami elég szomorú. Így van, tehát az való igaz, és ez egy fontos szempont, nem csak egyszerűen a
nyilván politika természete ilyen, hát nyilván ahhoz kell szavazatot gyűjtsön, lehetne ettől még, és van is, ahol racionálisabb, és van, ahol kevésbé racionális a drogpolitika, de általában valóban egy olyan téma, amivel könnyen vissza tud élni a politika, egyébként akár pártoktól függetlenül, tehát hogy itt ez fontos látni, de mindenképp egy olyan téma, amit be szokott vetni a politika, nem csak Magyarországon, máshol is, hiszen mindenkit érint. Tehát, hogy mindenki félti a gyermekét, hozzátartozását. És érzelmek felkorbácsolására kiváló. Igen. Az, hogy aztán ehhez racionálisabban nyúl-e egy adott kormány, vagy nem, az egy fontos kérdés. Ritkák azok a pillanatok, amikor valóban racionálisan, és mivel, ahogy mondtam, vannak nagyon masszív kulturális gyökerei a szerhasználatnak, az ehhez való hozzányúlás az egy elég intenzív attitűd változtatást igényelne. Tehát ahhoz, hogy egy bármilyen politikai erő mondjuk Magyarországon fölvállalja azt, hogy kommunikálja, hogy a drog függőktől, drog használóktól nem úgy kell tartani, ahogy az idézett cikkben van, hogy ez egyébként a társadalomban sokkal inkább jelenlevő, tehát hogy azért lássuk a 16 éves középiskolásoknak nagyjából Budapesten a harmada, országosan a negyede próbál ki kannabisz származékokat. A fiatal felnőttek... Alkoholban mi ez a szám? Hát ott a 16 éves korra az már, most nem akarok pontatlan adatot mondani, de az elég magas, 70-80%, tehát az ott a kipróbálás már magas lehet, hogy a Paksi Borbá kolléganőm, aki pontosan nézi ezeket az adatokat, most mérgesen ráncolja a szemüket, hogy rossz számot mondtam, de szóval, hogy lényegesen jó. Sokkal magasabb. A lerészegedés aránya is magasabb. Tehát ugye az alkohol kipróbálás egy dolog, a lerészegedés egy másik. Az a lényeg, hogy ezek az illegális szereknek is a kipróbálása elég nagy arányban jelen van ma már a felnőtt társadalomban is, de hogy nyilván ez nincs szem előtt, és nem vált elfogadottá. Tehát ettől még tudjuk, az óvónő, akinek beadjuk a gyereket, az jó eséllyel simán kipróbálta a kanabiszt, és lehet, hogy este, amikor hazamegy, vagy a hétvégén, akkor használ valamilyen szert, mint ahogy a zöldséges is, meg bárki. Tehát, hogy de ne rossáljon be senki, mert az alkoholt is kipróbált. Igen, de hogy ez nem azt jelenti, hogy droghasználó. A drogokkal kapcsolatos véleményünk, vagy megítélésünk, az még mindig nem olyan differenciál. Az alkoholnál elég jól el tudjuk képzelni, mert látunk sokféle típusú alkoholhasználatot, tudjuk, hogy van, aki kipróbálja, van, aki csak szilveszterkor kocint, tudjuk, hogy van, aki esténként megiszik egy sört, és ennek nincs következménye, tudjuk, hogy van, aki viszont reggel is iszik már, és arról megint más gondunk, és van, aki tudjuk, hogy délben már részeg van, akit függőnek lát. Tehát, hogy az, ami ilyen sokszínű ténylegesen az alkohol használati kép, arról van egy viszonylag differenciáltabb kép a társadalomban a kanabiszról, ez még mindig kevésbé van jelen, az idősebb korosztályban végképp, de a fiatalokban is kevésbé látjuk, akár a kapudrog elmélet, akár az egyéb, hát nincs el, a kanabisz 30 éve van velünk, és nem úgy látványosan, lévén illegális, a használata is rejtetten történik nagy rész, nem tudjuk a munkatársainkról sem, nem is kérdezed meg, feltétlenül nem is akarod, miről, egy bűncselekményről kérdezed meg adott esetben, tehát hogy erről nem beszélünk, nem tudjuk, de azért a kutatási adatokból jól látjuk, hogy a társadalomban jelen van, de abban a differenciált formában, hogy nagy része a kanabisz használóknak ezt alkalmanként, ritkán, problémamentesen teszi hasonlóan, mint a egyveset. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne veszélyes a kanabisz. Tehát, hogy a kanabisz függőket is látjuk, akik nagyon súlyos problémával küzdenek, ugyanolyan súlyos a más jellegűen, mint a
mint az alkohol, de hogy van, tehát a kannabisszal kapcsolatosan súlyos függőség tud kialakulni, és annak nagyon, nagyon komoly, nagyon nehezen kezelhető következménye, nem egy veszélytelen szárról. Figyelj csak, bocs, hogy van akkor egy sorrendünk egy kutatás alapján arra vonatkozóan, hogy akkor a drogok kvázi súlyossági, hogyan lehet súlyosság szerint, vagy veszélyesség szerint ezeket rangsorolni. De ugye ez egy olyan környezetben történik, ahol az egyik be van tiltva, és a másik nincs betiltva. Így mérték fel. Nyilván azt sejthetjük talán naivan, hogy amelyik be van tiltva, hát azt amúgy is kevesebben használják, úgy amúgy is kisebb bajt okoz. Vajon hogy nézne ki ez a sorrend abban az esetben, hogyha az összes drog? Ez egy nagyon jó kérdés. Azért ezt próbálták kiküszöbölni, meg ez egy nemzetközi kutatócsoport, vagy egy nemzetközi szakértői csoport volt, aki itt megítélte ezeket. Meg azért a kannabisszal kapcsolatban tudni kell, hogy annak a nemzetközi szabályozása azért ma már nagyon változatos. Tehát Európának ma nagyobb részében valamilyen formában dekriminalizálták, vagy depenalizálták a kannabisz használatot, ami azt jelenti, hogy nem vált legálissá, de valami hasonló történt, mint Hollandiában. Tehát vagy kivették a büntető törvénykönyvből, vagy pénzbírság sincs, vagy figyelmeztetik. Tehát, hogy USA meg Kanada meg már legális. USA-ban sem minden, de az államok többsége. Igen. Kanadában pillanatnyilag egy olyan törvényt vezettek be, nem egész Kanadában, British Columbiában, február 1-től a heroint, a kokaint és a metamfetamin használták bizonyos mennyiségi 2,5 grammig gyakorlatilag dekriminalizálták. Tehát, hogyha magadnál tartott személyes használatra, akkor 2,5 grammig ezekkel a szerekkel kapcsolatosan nem indít semmilyen eljárást a rendőrség. Információs anyagot ad neked, tájékoztat az ellátás helyekről. A cél, bocsánat, látom, hogy csak egy mondat, hogy egy szóban a cél, mert egyébként ez borzasztó izgalmas, egy kísérlet, ezt 3 évre tervezik most, értékelik, hogy mi lett. Az a cél, hogy azt gondolják, amiről beszélünk, hogy ugye nagyon nagy probléma van ezekkel a szerekkel Kanadában, de azt mondják, hogy ez a probléma rejtett, és hogyha kevésbé a büntetés végrehajtást és az üldözés tolom előtérbe, hanem inkább a segítséget, akkor láthatóbbá válik, könnyebben fogok tudni segíteni. Tehát nem arról van szó, hogy azt gondoljuk, hogy ezek nem veszélyesek, ezek a szerek, hanem azt gondolják, hogy nézzük meg, hogy mi van, ha egyszer nem üldözni fogjuk a droghasználót, hanem megnézzük azt, hogy elfogadjuk az ő viselkedését, és viszont megpróbálunk segíteni. Erről még azt hiszem lesz szó, már most már nem kicsit borul a forgatókönyvem, egyre jobban izzadok itt, de az előző ízéthez még az, hogy ugye melyik mennyire okoz függőséget. A marihuán az általában 9-10%-ban okoz függőséget, ugye a dohányzásnál ez 30%, ott ráadásul még bele is hal az ember a függőségébe, és még hogyha a lejövetel, amíg a marihuán a lejövetel, az még viszonylag enyhe, de például alkohol lejövetelből abba bele lehet halni. Tehát, vagyis hát az életveszélyes. Legalábbis itt egy másik kutatásból olvasok adatokat. Ugye szeretném összevetni ezeket a dolgokat, ami valószínűleg nincs benne az emberek fejében. Különböző szerek, tehát hogy ezeket nem szabad. Tehát így, nézd, a heroin megvonás is, tulajdonképp ha te egy heroinista vagy, és a heroint nem kapod egyik napról a másikra, az egy kockázatos állapot, de alapvetően akár minden egyéb szer, nem javaslom, tehát hogy ezt az orvosi kontroll mellett ezt nem sokan hallgatják szerintem. Csinálni, de hogy meg lehet, tehát nem egy, ha amúgy viszonylag jó egészségben van az ember, akkor az egy többnyire probléma ment. Tehát lesz egy nagyon rossz 24-72 óra, egy hét, amíg nagyon súlyos elvonási tünetek vannak, izomfájdalom, hányás, minden rosszul. Trainspotting. A filmekben így van. Jó. De hogy ez nem egy potenciálisan életveszélyes állapot, még egyszer azért orvosi gondolat. Alkoholnál ez semmiképp. Tehát az alkohol, de ez egyszerűen egy más idegrendszeri, tehát az alkohol, abban az egy potenciális életveszély. Tehát az senki ne gondolja, hogy egy alkoholistát bezár a kis szobába, és nem ad neki. Tehát ez a száraz november, ez gyilkossági kísérletek? A száraz november az nem azoknak van kitalálva, aki masszív alkoholista. Jóval. Tehát ha te napi egy üveg sört megiszol esténként, és ez a szünetet tartasz, az nagyon jót fog tenni. Aki masszív alkoholista, azt nem szabad egyik napról. Tehát az egy kórházi
kezelés, igen, tehát az egy, de ugye ez nem mindennek megvan az oka, egy olyan idegrendszeri struktúrát, tehát az egész gátló funkciót érinti az agyban az alkohol, tehát ha azt megvonod, ugyanúgy, mint egyébként, ezt is fontos tudni, nyugtató-altató szereknél ugyanez van, tehát hogy azt nem szabad elvenni egyiknek. Tehát, sokszor azt gondolom, hogy ez elvesz a nagymamától, úristen, most vettem észre, hogy mennyi altatót szed, az egy nagyon kockázatos, nem szabad ezeket. És az alkohol egy hasonló szer. Nagyon hasonló a hat, mint a szorongásoldó. Így van, tehát ez egy depresszáns, nyugtató, szorongásoldó, és ezen keresztül egy gátlásoldó, vagy gátolatlanságot okozó szer, nagyon hasonló a hatása ilyen értelemben, mint a szorongásoldóknak, vagy az altatóknak, és a megvonása is hasonló, abszolút egy kockázatos, semmiképp, tehát ez tényleg nem szabad egyik napról a másikra, orvosi segítség. A gyógyászat, Dávid, most fővezetem a te gyógyászat témádat, koncentrálj, mert itt van megint néhány adat. Az Egyesült Államokban 19 percenként hal valaki meg attól, olyan overdose, mi ez? Túladagolástól, ami gyógyszerre kapott, receptre kapott gyógyszer. 19 percenként. Marihuánával ilyen nincs. Mégis az egyik legális, a másik nem. És a orvosok 76%-a szeretne a női mellrákot, utáni fájdalmat marihuánával gyógyítani. Szóval itt van még néhány, és akkor Dávid, te szerettél volna beszélni a terápiás felhasználásáról a drogoknak. Hát én nem szeretnék beszélni, én azt szeretném a Zsoltot, kérdezni, hogy beszéljen arról. Tehát ugye az egy ilyen érdekes téma, meg izgalmas dolog, hogy ezek a szerek nagyon potensek. Ezek itt nagy dolgokat csinálnak. Mégis ugye ezek alapvetően be vannak tiltva, talán változik valami ebből a szempontból, és ugye úgy néz ki, hogy ennek az orvosi gyógyászati, vagy akár ilyen pszichoterápiás felhasználásában van potenciál. És itt lehet mondani egy csomó példát, csomó drogot, csomó területre fel lehet hozni példaként, szóval, hogy melyik szerinted ezek közül a legizgalmasabb, akár össze is foglalhatod röviden? Az egész borzasztó izgalmas, egyébként ennek is van egy kulturális, vagy akarom orvostörténeti vonatkozás. Ugye azt mondjuk, hogy nyilván szer nem tudja, hogy ő legális vagy illegális, hanem egyszerűen különböző pszichoaktív anyagok. Ugyanígy azt se tudja, hogy ő gyógyszer, vagy méreg, vagy kábítószer. Tehát, hogy az sokszor a használat formájától, meg céljától, meg akár a kulturális beágyazottságától függ. Tehát, hogy ezek nem egy az egyben eldönthet. Tehát nem, és nincs is megfelelő címkelők. Tehát a legtöbb, és legtöbb klasszikus vagy széles körben használt kábítószernek van ilyen vagy olyan orvosi használata. A kannabiszra, hogy mindjárt érdemes külön beszélni, hogy a kannabisz orvos történetek jól járt, mert egy ponton kipottyant a rendszerből, egyébként a legrégebb óta ismert és használt növény, amit orvosi szempontból használunk. Tehát, miért pottyant ki? Hogy gyakorlatilag a nagyon sokat, tehát 6-8 ezer évre visszatekintve vannak nyomai annak, hogy a kannabiszt használták fájdalomcsillapításra, görcsoldásra, több mindenre. Tehát már a dédnagyapám dédnagyapája is. Igen. Sőt, még annál régebben is, de hogy egy ponton kikerült a rendszerből, és most nagyon nehezen kerül vissza, azért, mert hogy most úgy gondolunk a kannabiszra, mint egy tisztán illegális szerre, az a világ nagy részében visszakerült elsősorban az étvágyjavító és hányinger csökkentő hatása az, ami úgy tűnik, hogy nagyon jól hasznosítható, és sok más szernél hatékonyabb. Ezt egyébként a legszigorúbb drogszabályozással bíró Egyesült Államokban is használták, már 70-es évektől szintetikus THC-val voltak ilyen kísérletek, de ma a különböző inkább úgy tűnik, hogy a kanabisz kivonatok, tehát hogy nem csak a THC, ami a fő pszichoaktív hatóanyag, hanem a komplex
növény az, ami valószínűleg hatékonyabb, az a világon most már széles körben különböző módon használatos. Elsősorban negatív, tehát az ilyen Hanningerrel járó, rosszul léttel járó hatások, vagy gyógyszerezések, ami rákbetegeknél kifejezetten jellemző, de éckezelésnél és a többi, ott a mellékhatások csökkentésére merül föl. Elsősorban, de vannak más kutatások is, ahol fölmerülhet. És mit mondasz arra? Most mit mondasz arra ilyenkor, amikor valahol egy országban egy politikus közlő, hogy ez illegális, és ezért nem adhatod be a nem tudom melyik ismerősödnek, akin egy csomót segíthetne? Hát ez, nyilván, te aki ezzel tisztában vagy, ez hogy? Valószínűleg nem ez az egyetlen irracionális dolog abban az országban, bármelyikről is, és beszéljünk, meg semmelyik országban sem ez lenne az egyetlen irracionális dolog. Nyilván ez bosszantó, ugye... Igen. Szóval ez nem, okay. Nem hiszem, a dolog irracionalitását érdemes látni, mert valóban itt az van, hogy gyűlik rengeteg tulajdonos eredmény. Nyilván ezeket azért tehát bármilyen gyógyszer alkalmazása vagy bevezetése az nem egy nagyon egyszerű folyamat. Tehát hogy nyilván ezek mögött ténylegesen masszív tudományos eredmények vannak. De hogy ami érdekes, hogy a kannabisznál sokkal problémásabb szerekkel alapvetően nincs problémánk, vagy kevésbé gondolunk bele, hogyha nem volt meg ez a szünet az orvosi alkalmazás. Tehát az, hogy ópiátokat használunk fájdalomcsillapításra, az egy elfogadott dolog, mert bizonyos típusú fájdalmat nem tud más. Ez problémás, mert tényleg függőséget okoz, akkor is, hogyha az orvos adja be, de bizonyos fájdalmaknál ez egyszerűen nem tudunk máshoz nyúlni. Mióta ismerjük a morfint, azóta próbál előállítani a farmakológia és az orvostudomány olyan hatóanyagot, ami a morfinhoz hasonlóan csökkenti a fájdalmat és nem okoz függőséget, de ez nem sikerül bizonyos okok miatt. Volt nagy öröm, amikor megtalálták a heroint, akkor az volt egy hirtelen azt gondolták, hogy ez lesz az, amire le lehet váltani a heroin. Nyilván morfiumot? Nem sikerült, vagy morfiumot a heroinnal, nyilván ez nem volt egy sikertörténet, és azóta sincs jobb. Vannak jobbak, mert vannak hosszabb hatású, kevésbé euforizáló ópiátok, amik szintén jó fájdalomcsillapító hatások, de ezek is valóban, amit felolvastál hírt, ezek Kanadában, Amerikában, tehát Észak-Amerikában elsősorban, de máshol is hatalmas problémát okoznak, mint receptre felírható gyógyszerek, tehát az is ott van, ami egy valós félelem, hogy kikerül a gyógyszerészeti használatból és problémát okoz, de ettől még nem mondunk le a gyógyszerészeti használatról, de az amfetamint is, a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, az ADHD során első választású szer, amit föl-föl merünk megint, akkor drogozzuk a gyereket, de nem. Pont erről van szó, hogy ez az a szer, amitől helyre tud állni az ő figyelmi zavara, és van esélye arra sokkal inkább, hogy sikeresen küzdje meg az őt érő kihívásokkal. Nyilván ugyanez az amfetamin egy más környezetben, meg egy súlyos és problémát okozó addiktív hatású szer lehet, de ettől még, ha én a gyermeknek adott esetben, és nyilván indokolt módon orvosilag adom ezt a szert, akkor csökkentem a veszélyét annak, hogy ő később droghasználó legyen, és nem növelem, hiszen azzal növelem az esélyt, hogy van egy kezeletlen ADHD-ja, amitől mindenféle viselkedési problémái lesznek, a iskolát nehezebben fejezi be, stb. És ha megpróbálod kezelni, mint szülő, akkor börtönbe zárnak. Ad abszurdum. Jó, ezt nem kell, hogy kifejezni. Nem kell véleményt mondjál, ebben én mondok véleményt. Szóval azt kell látni, hogy ezek kémiai anyagok, amelyek adott körülmények között gyógyszerként tudunk használni, más körülmények között pedig nagyon súlyos problémát okozó drogok lehetnek. Nyilván ezt nehéz kezelni minden tekintetben, de meg kell próbálni. És vannak szerek, amikkel újabb kísérletek vannak, ilyen az MDMA, a
talán erre is utaltál a kérdés, nem tudom mi, hogy az extaszinak a hatóanyaga, de az LSD körül is, az LSD már a felfedezése után röviddel, ugye a 60-as években beindultak olyan kísérletek, hogy az LSD-nek a terápiás használat az miképp járulhat hozzá, akár bizonyos mentális zavaroknak kezeléséhez, akár általában az önismereti kérdésekhez, aztán az LSD 70-es évek elején betiltásra került, és akkor ezek a, nem kis részben ezek a kutatások is egyébként pörgették valószínű, ami nem tett jó, de hogy minden esetben most újra nyíltak ezek a kutatások valamennyire, ami megint érzékeny és jogos is, és oda is kell ezekkel kapcsolatosan figyelni, mert rengeteg tévhítés, fél információ kering azzal kapcsolatban, az LSD-t használ valaki, és az az önismeretnek nem segít. Az önismerethez hozzá nem járul hozzá, beszéltünk róla, potenciálisan nagy baj lehet belőle, egész más az, hogyha ez valami rendezett keretek között, dózissal, pszichoterapeutával, stb. Történik, mint az, hogy én fogom és megkapok valamilyen halucinogén szertet, hogy ez nem biztos, hogy van idő kibontani, de folynak kísérletek, elsősorban egyébként terminális betegekkel az ecstasy kapcsán. Úgy tehát tűnik, itt ez hogy a szorongás csökkentés. A szorongás csökkentés, az integráció, ugye a halál közelségével való megküzdés, de vannak kutatások most már depresszió, szorongásra kapcsolatosan, sőt az addikciók vonatkozásában is fölmerülés vannak kezdeti kutatások. Néhány éve, tehát nem régóta nyíltak ezek meg, tehát nagyon sokáig az MDMA is annyira szigorúan volt szabályozva, különböző kategóriák vannak, a legsúlyosabb, amikor azt mondom, hogy annyira szigorúan szabályozom, hogy az orvosi használatát sem lehet kutatni. Ez most változott az MDMA esetében. Tehát ugye még egyszer, ezek azok a drogok, amiket a kutatások a legkevésbé tartott veszélyesnek, legalábbis a tudományos kutatások. És persze hozzá kell tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy veszélytelenek. Nem azt jelenti, hogy veszélytelenek, és hozzá kell tenni. Ez az, amiről beszélünk, hogy a drogok, akármit csinálunk, és ez érthető, nagyon nagy érzelmi töltetet, érzékenységet váltanak ki a teljes populációból Magyarországon és a világon mindenhol is. Ezért van a potenciális politikai abúzus ezzel kapcsolatban, amiről beszéltünk, de ezért van az is, hogy mindenki, és ilyen módon a politika is, nyilván a politika végső döntéshozó, de mindenki más is óvatosan nyúl ezekhez hozzá, mert nem fekete-fehér, és a maga komplexitását nehéz valóban kibontani. Az egyszerűbb üzenetek, hogy a drog az rossz, az könnyebben eljut, mint az, hogy hát ha akarom, tudom gyógyszerként használni, ha valaki rekreációsan használja, akkor nem biztos, hogy baj lesz belőle, de túlzott mértékben. Igen, megjegyzem, az alkoholnál sem tudjuk ezt jól kommunikálni. Az alkoholnál is nagyon nagy probléma van, ott talán pont a ló másik oldalára esünk és át. Mondhatom? Mondjad. De akkor tovább megyek egy picit. Akkor nem menjünk tovább. Csak hogy még mondtad azt, hogy itt a függőségeknek a kezelésében is kísérleteznek, hogy LSD-vel, MD-vel, vagy nem tudom egészen pontosan meg, de hogy itt konkrétan ugye olyasmiről van szó, hogy a masszív alkoholizmusból mondjuk valami olyan terápiával hozni ki embert, hogy aminek része egy LSD-trip, valami ilyesmi. Igen, MDMA-val vannak tapasztalatok, hogy igen, hogy az alkohol problémát kezdenek. Tehát több ilyen kutatás vannak, most eredmények is van, ami folyamatában is, és vannak visszabíztató eredmények vannak a tekintetben. Itt egy vagy két, tehát arra kell gondolni, hogy egy vagy két ülésben kontrollált feltételek mellett definiált és kisebb dózisú MDMA-t adnak mondjuk, ahol jelen van két terapeuta, egy jól megtervezett ülés. Erre előtte van egy felkészítő szakasz, tehát egy néhány ülésben felkészítik a beteget, utána van egy vagy két ilyen drogasszisztált terápiás ülés, utána van egy integratív fázis, tehát hogy ezek, tehát ne arra gondoljon senki, akkor beadják, hogy hazavisz. Nem az piri. Nem az piri. Igen, tehát hogy ez egy, igen, tehát ilyen terápiás protokollt
próbálok erre kialakítani, és ezeket vizsgálni egyelőre kisebb mintákon, de hogy megindultak most újra az ilyen jellegű kutatások, amikben lehet potenciál, tehát nem akarnék most ebben egyértelmű amit mondani. Egyértelmű véleményt tudok mondani, az nagyon jó, hogy ez elindult. Tehát, hogy ebből lehet... Erre mondok egy számot. Ez egy 10 éves cikkből van. Akkor a marihuánával kapcsolatos medikus kutatások 6%-a szólt arról, hogy milyen előnyei vannak, 94% arról, hogy milyen károkat okoz. De ez volt 10 éve, és pont ez az a millió, ami az Egyesült Államokban már megváltozott. Magyarországon még nem nagyon. Itt van például egy 24.hu interjú, a tudomány rovatból, egy gyógyszerésszel, és nála is meg gyakorlatilag föltetik neki ezt a kérdést, hogy hát logika szerint, tehát az szerint, hogy na jó, nem. Ha valamit az emberek szeretnek és betiltjuk, abból mindig baj lesz, mondja ő. Inkább akkor kellene jobban résen lenni, amikor valami új dolog akar a piacra kerülni. Nézzük meg az alkoholt, a dohányt, csak szenved vele az emberiség, de igazi megoldás nincs. Ugye erre mondtad azt, hogy ha most lejön az alkohol, be lenne tiltva. Erre kérdezi az újságíró, hogy logika szerint a fűvel ugyanez a helyzet, meg kéne engedni. És erre azt mondja a gyógyszerész, hogy erre én nem fogok igent mondani sem ebben az interjúban, sem máshol. De miért? Kérdezünk, de működik, ez igaz, erős pszichoaktív szer, ami függést okoz, és hosszabb távon az idegrendszer leépülését, akár az alkohol, mondja az újságíró. És tehát, hogy látszik, hogy még a szakma is így tartózkodik tőle, mint hogy 10 éve 96% a kutatásnak arról szólt, hogy milyen káros a marihuána, még nem, mintha még Magyarországon most is nem ez van a szakmában, hogy még mindig nem merem kimondani azt, hogy esetleg legalizálni kéne, nincs egy ilyen félelem? Ez itt egy másik szakma egyébként, tehát, hogy itt egy gyógyszerész beszél erről, és nem egy pszichológus, valószínűleg egy pszichológus egészen máshogy vélekedne erről a problémáról, és talán inkább a gyökerét nézni ezeknek a függőségeknek. Szóval, hogy a legalizálás az egy komplex kérdés, mint ahogy egyáltalán a drogpolitika vagy alkoholpolitika egy komplex kérdés. Amire csak úgy tudsz választani, ha vizsgálod és kimered mondani. Nem, az nem kérdés, hogy kutatni kell, az sem kérdés, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni. Az biztos, hogy a lehető legtöbb szempontot figyelembe véve kellene dönteni ezekről. Tehát, hogy az, ami most van mondjuk ilyen értelemben a kannabisszal kapcsolatosan, az egy nagyon leegyszerűsített feltételezésen alapuló modell, ami azt gondolja, hogy ha én tiltom, akkor ezzel vissza tudom szorítani a szerhasználatot. És nem a politikus gondolja, a szavazója, és ezért a politikus szolgáltatja neki ezt a megoldást. Nyilván ez egy kölcsönhatás, ez az, amire utaltam, hogy gyakorlatilag a elmúlt 30 évben egyetlen politikai párt sem tett, gyakorlatilag kísérletet sem arra, hogy a drogokkal kapcsolatos attitűdöket megváltoztassa, tehát valóban informálja a szavazót arról, hogy mi a helyzet. Hát ez nekem veszőparipám, mert azt gondolom, hogy ez lenne egyébként a politikus dolga, mert én eljöttem ide is, meg egyébként bárhova, én általában nyilatkozom mindenhol, de ugye az egy nagyon pici-pici csöpp tehát lehet, hogy... A közbeszédben, tehát lehet, hogy meghallgatják sokan ezt. 4 millióan. Igen, de hogy nem valószínű, tehát hogyha egy miniszter, egy államtitkár, bárki, szóval egy meghatározó politikus kiáll, és véleményt formál, és egy üzenetet mond a drogokkal kapcsolatosan, ha ez egy racionális üzenet, mindegy, hogy milyen, de ha tegyük, bízunk benne, hogy mondani egy racionálisat, annak valóban összehasonlíthatatlanul nagyobb hatása lenne, és hát az én fejemben ez dolga lenne egy politikusnak, hiszen az lenne a szerencsés, hogyha az emberek nagy része minél tisztábban látná, és racionálisabban tudná megítélni. Ezzel szemben valóban az van, amit te mondasz, hogy inkább megnézi a politika, hogy mit gondolnak az emberek, és akkor a szerint lép. Nem, nyilván nem ez a jó. Az lenne a jó, ha össze lenne hívva, a különböző szakmák képviselői össze lennének hívva, nem jogi, nem gondolnánk azt, ez is egy gyakori politikusi hiba, nyilván most ne ismerjünk be az okába, bár nem nagyon nehéz talán feltárni, hogy a jog eszközével akar elsősorban, és hát a drog problémánál ez
pláne így van, hogy azt gondolják, hogy ezt jogilag meg lehet oldani. Egész biztos, hogy nem. Tehát ugye ez egy, a drog használat az egy népegészségügyi probléma, ha a függőségről beszélek, akkor ugye ez kisebb, akkor ez egy egészségügyi probléma, de egyiket sem szokták jogilag megoldani. Tehát ugye ez be kellene vonni a prevenciós szakmát, be kellene vonni az ellátórendszert, az iskolákat. Nyilván ott lehet ebben, és szerepe van a jognak is, a bűnüldözésnek is, és sok minden másnak, de ugye egy komplex gondolkodás kellene. A pár sikeres modell, amit látunk, nem feltétlen országos politika, de akár kisebb beavatkozások szintjén is, az valahogy mindig abból adódott, hogy egy multidisziplináris tím összeült, és valóban megpróbáltak szakmai alapon racionálisan kigondolni egy stratégiát. Ez nem történik meg itthon nagyon régóta. Volt egyébként egy konszenzusos drogstratégiája Magyarországnak 2000-től, aztán volt egy kevésbé konszenzusos, de hogy igazából most nem látszik, hogy bármi lenne. Alkoholstratégiája, ez még szomorúbb, soha nem volt ennek az országnak. Akkor ott nyilván volumenében beszéltünk róla, összehasonlíthatatlanul nagyobb a probléma. Igen. Dávid, te akartad még, hogy nem csak drogokról szól a függés. Gyere, mert egyébként Zsolt addikciológus, tehát nem drogológus, hanem addikciológus. Igen, tehát hogy abban szerettem volna itt kicsit ismeretet terjeszteni, hogy amikor függőségekről beszélünk, akkor nagyon gyakran szerekre gondolunk. De, és akkor megragadom itt az alkalmat, hogy erről kicsit részletesebben a szakemberünket kérdezzük. Hogy melyik a veszélyesebb? Ez nincs. Ezt akarod itt mindenki. Nem lehet. Tehát, hogy ez a veszélyessége az a probléma, hogy ez egyébként ennek az általános szint, tehát igazi relevanciája, ezt kérdezted az elején a lányod kapcsán, igazi relevanciája az egyén szintjén van. Azt meg nem tudjuk. Tehát, hogy a kire mi veszélyes. Tehát, hogy sajnos ez úgy van, hogy mindenkire az a veszélyes, ami valamiért megfogja őt, ami valamiért az ő hiányállapotaira, nehézségeire úgy klappol, hogy attól érzi jól magát, vagy attól érzi úgy, hogy az segít neki túlélni. Tehát kijelenthetjük, hogy nem a drog okozza a függőséget önmagában. Hát nem a drog okozza. És hogy ilyen értelemben, ha valaki a kanabiszra fogékony, akkor neki az a veszélyes, és annak lehet, hogy a heroin nem. Tehát, hogy az egyéni szinten, tehát a statisztikák, ezek a kimutatások mind borzasztó fontos, hogy én is ilyen elemzéseket végzek, de hogy az egyéni szint az más. Tehát, hogy az egyéni szinten az a veszélyes, ami rád veszélyes. Most munkamániás legyen a lányom, vagy... Nem hiszem, hogy te fogod eldönteni. Te döntheted el. Amit meg tudsz tenni, és nagyon uncsin és egyszerűen és közönségesen fog hangzni, de hogy amit egy szülő meg tud tenni, az, hogy próbálja úgy fölnevelni a gyermekeit, hogy minél hatékonyabban tudjanak majd megküzdeni az őt érő konfliktusokkal, nehézségekkel, stresszel, feszültséggel. Tehát, hogy kvázi jól érezni, vagy minél jobban érezni magukat a világban. Ha ez rendben van, akkor igazából egyik drognak se lesz nagyon nagy kockázat. A simán lehet, hogy ki fogja próbálni, de a kockázat nem aki próbál. Már munkamániánál is tartunk. Arra is vonatkozik ez. És nem csak a munkatán, mindenféle viselkedési függőségre gondolok, és tulajdonképpen ezt kérdezném, hogy ezek mennyire ugyanolyanok. A munka, a szerencsejáték függés, az internet függés, az evési zavarok, nem tudom. Nyilván az okok mögöttük végső soron hasonlóak. Ugye itt már függőség, tehát hogy mi is ügyünk, hogy mi a... Ugye itt a kipróbálás, mert ott is lehet, mondjuk a videójátékokról beszélek. Kire próbálják a munkát, nagyon veszélyes. Ugye a munka az egy, igen, ott ugye nem, de hogy ha függőségről beszélünk, akkor végső soron az addikcióknál mindig valami módon az van ott, hogy a
problémáktól valahogy el tudjak távolodni, ki tudjam zárni, megszűnjön, körülöttem ne kelljen a konfliktussal foglalkozni. Tehát, hogy valami módon az engem érő feszültségnek, rossz állapotnak, depressziónak, negatív élményeknek a kiküszöbölése, és azért jön be egy szer, vagy azért jön be egy viselkedés, mert valamiért nincsenek meg az elégséges belső kapacitásaim, hogy ezekkel megküzdjek. Ilyen értelemben ez épp úgy lehet munka, mint heroin, vagy szerencsejáték, vagy futás, vagy testedzés. Ugye van, ami ezekből jutalmazott, mint a testedzés, vagy a munka, ennyiből ezek sokszor fedettebbek, vagy nehezebb felismerni, vagy több könnyebben tudjuk azt mondani, hát hogy... Igen, de várj, tehát az előbb ebben az ábrában ugye a fele, vagy sőt a nagy része, az a társadalmi probléma van. De akkor a munkamániádból abból is van társadalmi probléma, mert hogy nem abszolút látod a gyerekét. Elhanyagodod a családodat. Igen. Tehát, hogy... A munkamánia az egy borzasztó izgalmas dolog, a munkafüggőség, mert pontosan ezért felemás, meg azért felemás, ugye emiatt jutalmazza is a társadalom. Mert ez hasznos. Igen, de hosszú távon nem, tehát hogy valóban így van. Tehát, hogy első ránézésre az, hogy nem 8 órát dolgozik valaki, hanem 12-t azt jutalmazzuk. Hosszú távon azt látjuk, hogy súlyos egészségügyi következményei vannak, szociális következményei vannak. Ja, de nettó pozitív? Tehát azért számoljuk ki. Tehát itt érted, egy tőzsdei cég vagyunk. Mi lesz? Mennyi ideig bírja az ember 12 órára? Nem. Mennyit ér a nem alvásod, mondjuk? Kun Berdan, egy kolléganőm írt egy nemrégen meg egy kitűnő könyve a munkafüggőségről, és ennyiben a következményeiről. Nem tud, egy függőség nem tud pozitív lenni. Tehát, hogy pontosan azért, mert Messi futballfüggő, hát, és az egész világ profitál ebből. Nem tudom, hogy a Messi futballfüggő. Tehát, hogy ezt én nem ismerem az ő életét, az egy nagy kérdés, hogy ő tud-e, majdnem azt mondja, hogy hétvégén kikapcsolni, nyilván hétvégén nem tud, mert akkor FIFA-val a meccs. FIFA-val játszik. Hogy amikor elmegy nyaralni, akkor mit csinál, amikor nem edz, akkor mit csinál. Tehát a függőség az egy ártalmas dolog. Használjuk egy ilyen köznapi értelemben, hogy függünk valamitől, hogy azt nagyon csináljuk, nem ezt jelenti. Tehát a pszichológusként, klinikusként a függőség, az akkor beszélünk függőségről, hogyha valamit olyan mértékben és módon csinálok, egy viselkedést vagy szert, hogy az a mindennapi életemet károsítja. Tehát az akkor függőség, hogyha az ártalmas. Tehát hogyha a Messi ezt élvezi, nem vagyok egy nagyon nagy foci követő, de úgy tűnik, hogy igen, de és amit nem tudunk, hogy ezt ő hogy tudja a családi életébe integrálni, a barátaival integrálni, a kikapcsolódással, de hogyha amúgy az ő életvitelében, nyilván nagyon speciális téma a Messi, azt gondolom, nem rajta kéne ezt megbeszélni, de hogy egy általános sportolónál, ez a kérdés. Általában nem egyébként nem a professzionálisan végzett tevékenység. Tehát nem az olimpikon az, aki a tipikus testedzés függő. Nem azt jelenti, hogy ne lennének nyilván ott is az elköteleződésnek, már csak az idői igénybevételnek, a mennyiségnek vannak nyilván negatív következményei. De az egy nagyon fontos dolog, hogy az a tevékenység, amit csinálsz, az élvezel-e vagy nem. A munkafüggő az tipikusan nem élvezi, bár vannak ott is különböző típusok, és van, aki azt mondja, hogy van az a fajta munkafüggő, ami élvezettel is jár, meg elköteleződéssel is, és ettől még vannak negatív következményei. Nyilván 12-14-16 óra munkát nem lehet negatív következmények nélkül, de hogy a munkafüggő jelentős részénél nem arról van szó, hogy ő azt élvezi. Sokkal inkább arról, hogy valamilyen repetitív tevékenység van, valami olyan monotonitás, ami abba segít, hogy kizáródjanak más dolgok, és azért
arra használja a munkát, amire az alkohol függő az alkoholt, hogy ne otthon legyen, ne a párjával legyen, Ez nincs a holdalapkezelőben, ugye, mert innen indultunk el. Tehát ilyen nincs. Ezt garantálom. Tehát nem tudom. Mindenki örömmel csinálja. Zsolt, te tudod-e ezt garantálni, hogy itt nincs? Én tudom, ő nem azt dolgozik. Mi van, azt nem tudom. Nem biztos, hogy látod. A munkafüggő... Látnám ezt? Szerintem láthatnád. Nyilván az történik a munkafüggőnél, hogy keletkeznek a problémák, hiszen a munka nem a munka. És egyébként a munkafüggő nem igazán jó munka teljesítő. Tehát nem a preferált alkalmazott. Pontosan azért, mert hogy emiatt a függőség miatt ő nem feltétlen, vagy alapvetően nem élvezettel, és nem biztos, hogy legfőbb kreativitással végzi a munkát. Egyrészt a negatív következmények meg visszaütnek erre. Tehát, hogy ez egy... Jó, tehát, akkor el is dőlt a kérdés, bocs. Mert ugyanis ezek itt a sztár alkalmazottak az, akire a Dávid gondol, amikor azt mondja, hogy ez munkafüggő. Igazam van? Én itt sokakra gondolok. De szerintem tehát csak őket ismered. Tehát akkor eldöbb, mert tessék, pszichoanalizáltuk a holdalapkezelőt. Itt mindenki egészséges. Ha most mosolyezd be még, ha be akartad fejezni. Nem, hát igen, hogy nyilván ez egy fontos szempont, amit mondtunk, hogy mi a célja az adott tevékenységnek, meg hogy mi mennyi élvezettel jár, vagy nem, és hogy mi mást szorít ki az életből, milyen negatív következményei vannak. Nyilván a szenvedély, meg egy elkötelezett viszonyulás valamihez, munkához, sporthoz, az meg viszi előre a dolgokat, tehát hogy ez persze, hogy kell valami plusz ahhoz, hogy sztár alkalmazott legyél. Na figyeljetek, itt van egy nagyon, azt most csak két mondatot fogom összefoglalni, mert ugye mivel próbálkoznak a CEO-k, hogy minél kreatívabbak legyenek a kollégák, és van kutatás arra, hogy a cannabis mit csinál a kreativitással, meg a pszichodeleikumok, vagy mi a francok. Tehát mondjuk a mushroomok, a varázsgombák. És ez egy ekonomiszt cikk, és senki ne akarjon kreativitást növelni ezekkel a dolgokkal, mert ugyanis a kutatások szerint az történt, hogy ezek az emberek, ezek csak ugye beletek szívva, meg nem tudom, begombáztak, és minden ötletükre azt hitték, hogy kurva jó. De ahogyha valaki egy józan ember megvizsgáltak, akkor kiderült, hogy ugyanolyan szarok, mint mindig, tehát kreativitásra nem jó, és amit ajánl az ekonom... De akkor még jó, nem? Jól érezni lehet, hogy jó, erről majd lesz később, de arra, hogy kreativitásod legyen tőle, arra nem jó, semmelyik CEO nevezesse be a kötelező füvezést a cégben, de a biliárdot se, meg a dárcozás se, mert itt az ekonomiszt mégis arra jutott, hogy ha valami segíti a kreativitást, az unalom. És felsorolt egy csomó embert, aki valaki, mit tudom én, Aaron Sorkin, nem tudom kicsoda, az naponta ötször zuhanyzott, mert csak ezzel tudott kijutni a blokkolás alól, de hogy mit tudom én, na mindegy, szóval, hogy az unalom, az, hogy kiüríted a fejed, az, hogy igen, itt egy vizsgálat, egy kutatás, ami szerint, hogyha valaki másol, mi ez? Telefonszámokat másol, na az segít, de még jobb, ha csak olvassa őket. Na ilyen feladatok azok, amik a kreativitást segítik, nem a mushroomok. Tudsz erre valamit? A kreativitás egy borzasztó izgalmas dolog, ugye több fázisa van, tehát hogy nyilván kell egy vagy kreatív alkotáshoz mindenképp, tehát hogy ahhoz kell egy eredeti ötlet, de hát kell egy realitásvizsgálat is valóban. Ugye pont a dolog eredetiségét az azt jelenti, hogy valami szokatlan, ami vagy zseniális, vagy orbitális butaság, meg nyilván még ezen a spektrumon sok minden. Ugye ez biztos, hogy nem segítik ezt a realitásvizsgálatot a pszichedelikus szerek, de hogy ahhoz, hogy oda eljuss, ahhoz is nyilván kell egyfajta integratív gondolkodás is, azt se segítik. Ugye a művészetekkel kapcsolatosan van több kutatás, de ott is egyébként nagyon hasonló az eredmény. Ugye a művészi alkotás, ami azért nagyon más téma mondjuk, mint a tőzsde vagy
pénzügyek, vagy ilyesmi, de ott is alapvetően azt találták, hogy lehet, hogy az ötletekben, vagy lehet, hogy a vizualitásban megjelenik ez, de hogy magát az alkotó folyamatot nem segítik ezek a szerek. Ez valóban egy ugye azt gondolom, hogy attól, igen, szóval hogy ez egy ilyen elég általános tévhit, mert azt gondolom, hogy attól, hogy a percepció, meg a gondolkodás, hát attól de a kreativitás ennél komplexebb. Igen. Jó van. Ha már tőzsdei cég, mindenki azt hiszi, hogy a kannabiszból hogy meg lehet gazdagodni. Ugye Kanadában 2001 óta gyógyászatilag legális, 2018 óta meg minden szempontból legális a kannabisz, legalábbis remélem, hogy így van, amennyire a, nem tudom, internetből tájékozottam. És van egy ilyen cég, hogy weed.to, tehát a weed az a magyarul fű, ez a vegyele neki, ugye, mint Apple-nek az APPL. És megnéztem a néhány pénzügyi mutatóját, ez is a részvényárfolyamát, tehát ez $1 indult 2014-ben, fölment $70 2018-ban, ugye a legalizás utáni őrületben, majd 2021-ben, amikor az idióta tréderek mindent fölhúztak, de most megint $3, és megnéztem mi ez az eredmény kimutatását, ez 2018 óta nem tudott nyereséges évet produkálni, bár az árbevétel azért rendesen megnőtt, az ugye 8-szorosára nőtt, és ugye ez Kanadában ez a helyzet, és ami ugye az az előnye, és ezt te is mondtad, hogy Kanadában, tehát hogy ez a fogyasztás, ez nyilván elveszi az, vagy nem nyilván, remélhetőleg, az alkohol elől a fogyasztás. Tehát hogy amikor a füvet fogyasztanak, akkor az a kevesebb alkoholfogyasztásra jár, legalábbis Kanadában ez az irány. Ugye? Erről ezt te írtad. Hogy Kanadában, ezt írtad, jelenleg a kanadai alkoholpolitikai és drogpolitikai változások izgalmasak, a drogok terén pedig viszonylag nagy alkoholfogyasztásból egyre kevesebbet javasolnak, ezt írtad. Igen, nyilatkoztam. Igen, az történt Kanadában. Egyrészt, amiről beszélünk, hogy valóban van ez a változás a drogokkal kapcsolatban. Az alkohol kapcsolatban felülvizsgálták egy korábbi, de ez független a kanabisztól. Tehát, hogy egyszerűen csak felülvizsgálták a korábbi ajánlásukat, és jelentősen csökkentették azt az alkohol mennyiséget, amit elfogadható, vagy még egészséges mértékűként. Mennyire, tudod? Ez most egy vagy két ital hetente, amit az egész... Nem, itt egy ital az alapvetően másfél deci bor, vagy egy sör, vagy egy rövid. Inkább 0,3-as, bár a töményből általában inkább azt szokás mondani, a WHO ajánlás is azt mondja, hogy abból semmilyen mennyiség nem. Na, annak minek? De ettől nem eszik senki kevesebbet Kanadában, mert itt valamilyen hatóság ezt kimondta, hogy ezt ajánlja, hogy akkor ez legyen kevesebb. Nem tudom, valószínű, hogy az emberek nagy része nem ezt böngészi, mielőtt bemegy a szórakozó helyre vagy a kocsmába, de hogy ettől még ezek fontosak. Tehát azt gondolom, hogy ilyen folynak a kutatások, próbák, tehát ilyen módon a WHO is, a nemzeti egészségügyi szervezetek is, kormányok is adott esetben valamiféle állásfoglalás, valami iránymutatást adnak, hogy mi az, amit elfogadhatónak tartnak. Ugye ez az, amit mondta, hogy egy miniszter mit mond. Nem mert csak most... az így van, egyrészt, hogy a miniszter mit mond, másrészt meg az, amit az előbb mondtam valóban, hogy ez sokkal jobb, mint hogyha csak azt mondom, amit a törvény betűje mond. Tehát, hogy ez egy plusz ahhoz képest pontosan, hogy most jogilag azt mondom, hogy 18 év, ugye, mert mit mond a jogszabály, azt mondja, hogy 18 év alatt ne fogyassz alkoholt. Akkor a jogszabály az bizonyos értelemben szintén egyfajta guide, vagy iránymutatás, hogy mit javasol. Ugye ez az elvileg, ez a célja, amikor indokolják, és azt mondják, azért illegálisak ezek és ezek a szerek, azt mondja, hogy ezekből soha semmit. Ezt úgy próbál végrehajtani, hogy azt mondja, hogy ha ennek elmondja, az börtönbe kerül. Az alkoholnál azt mondja a törvény, hogy 18 év alatt nem veheted meg. Ez egyfajta iránymutatás. Nyilván pont arról van szó, hogyha viszont nem egy jogi
papír van csak, vagy nem csak egy törvénybetűje mond, hanem egy egészségügyi szervezet mond valamit, hogy a kutatások alapján azt javaslom, hogy ha iszol, akkor azt így tedd, az ugye ennél egy sokkal szofisztikáltabb, vagy finomabb, vagy pontosabb iránymutatás. Ez nyilván nem azt fogja jelenteni, akkor ezentúl mindenki azt ott méri, de hogy azt jelenti, hogy fölhívom a figyelmet arra, és nyilván ezeket akkor kommunikálni is kell valóban különböző fórumokon, de hogy fölhívom a figyelmet arra, hogy hol van az a kockázati határ, ami nagyon fontos, Magyarországon is fontos lenne, mert hogyha megkérdezik az embereket, hogy mit gondolnak arról, hogy hol van az ártalmas alkoholfogyasztások a határa, akkor valószínűleg nagyon furcsa és nagyon magas értékeket kapnánk, amik a realitással nincsen köszönő viszony. Mert ez nem azt jelenti, hogy meg lehet mondani most centire, és nyilván egyéni különbségek vannak, és nagyon sok mindentől változik, de hogy valamennyire az fontos lenne, hogy mégis üzenjünk valamit különböző csatornákon, házi orvoson keresztül, prevenciós csatornákon keresztül, hogy mit gondolunk arról, hogy mennyi alkoholt lehet, vagy nem lehet. És ugye Kanadában mi az üzenet, hogy az alkohol csökkentik a mennyiséget, a marihuanát meg kvázi hát implicite nulláról megnövelték. Igen, de ennek is külön, tehát hogy így van. Itt meg fordítva van, ezt akartam még befejezni. Itt a pálinkát növelik, és a marihuanát meg nullázzák. Nyilván a pálinkával kapcsolatosan, ezért mondom, hogy ez egy komplex ügy, mert például, ha a pálinkáról beszélünk, a pálinkával kapcsolatosan nagyon rossz üzenet a Pálinka Fesztivál, vagy nagyon rossz üzenet az, hogy otthon főzhetek igen nagy mennyiségű pálinkát, és azt mondom, hogy a kis mennyiségű is rossz, de hogy a nagy mennyiség még összök, tehát, hogy ezek nagyon olyan üzenetek, amik hát ellene dolgoznak annak minden tekintetben, hogy megfontoltabban viszonyuljunk az alkoholhoz. Egy olyan országban, Magyarországon, ahol amúgy is az alkoholnak a megítélése, a reprezentációja, hát az több mint elfogadó, és nagyon sok... Hát nagyon sok pozitív dolgot kapcsunk hozzá a férfiasságtól kezdve a egyáltalán, hogy a magyar embernek rendes magyar ember kellene hogy inni, befejezve vagy folytatva azzal, hogy az alkohol mint orvosság, ami ugye hát nem egy jó üzenet, szóval hogy ezekkel szemben sokkal fontosabb lenne az, hogy valamilyen racionális kommunikáció legyen, ami igen. Azzal együtt, hogy persze, ha igazatok van, hogy most az, hogy ki bocsát egy ilyen állásfoglalást a kanadai egészségügyi hivatal, ez önmagában nem fogja megváltani a világot. De ugye ez összekapcsolható prevencióval, további információ nyújtással, az ellátórendszernek az erősítésével, és akkor ez akár vezethet is valahol. Egy másik ország üzenetéről kérdezném a véleményemet. Tehát, hogy ez is egy üzenet lesz, csak egy kicsit más csatorna, meg más útmód. Én nagyon meglepődtem, hogy a holland köztévé, és ez nem most volt, ez 6-7 évvel korábban volt, egy sorozatot indított, aminek az volt a címe, hogy Drugs Lab, és ott három holland fiatal hétről hétre kipróbált egy-egy drogot. És ez lehetett bármit, tehát hogy ez lehetett kokain, DMT, LSD, szóval ezek az egész súlyos szerek is lehettek, vagy hát nem súlyos, ugye attól függ, hogy honnan nézzük. És ráadásul ugye ezt az egészet a holland kormányzat finanszírozta, sőt, ez az oktatási és kulturális minisztérium támogatta, amiben ugye az az üzenet, hogy ez így oké használni, sőt, ez lehet rekreációs célból drogokat használni, ez így rendben van, de legyél képbe azzal kapcsolatban, hogy ennek mik az ártalmas oldalai, és mik a nem ártalmas oldalai. Mire vigyázz, mi az, amit nem szabad csinálni, és mi az, amit egyébként ezzel kapcsolatban lehet csinálni. És hogy, tehát, hogy ez vajon, ez jó-e? Ezzel kapcsolatban kérdezném a véleményedet.
Nem tudom, ezt nem láttam, vagy nem követtem sajnos ezt, de utána fog nézni, mert izgalmas. Amit mondasz, hogy milyenek a célja, az viszont egy nagyon fontos és nagyon alapvető üzenet, és pont abba az üzenet vagy kommunikációs formába illeszkedik, ami túlmutat azon, hogy egy egyszerű jogi szabályozással próbálom elintézni a dolgot, mert hogy a dolog nem ilyen egyszerű. Tehát persze, azt szeretnénk, és én értem én itt az üzenetet, hogy inkább a marihuána, mint a alkohol, vagy ez föld. De leginkább a zene. De leginkább így van. Tehát, hogy leginkább egyik sem. Tehát, hogy valójában már a zene igen. De hogy tehát, hogy az alapvető üzenet, szerintem ebben teljes egyetértés van valamennyi szakember, meg politikus, meg mindenki között, az alapvető üzenet, hogy nem kell ezeket a szereket használni, lehetőleg ki se kell próbálni őket. De ez egy nem, ez, és egy ideális célkitűzése akarom a prevenciónak, az alkohol és drogpolitikának, az, hogy senki nem fog ezentúl alkoholt, kanabiszt és semmilyen drogot használni. De itt jön be, hogy mondasz, hogy ez egy nem reális célkitűzés. Tehát, hogy ha viszont én egy felelősségteljes, politikus, egészségügyi dolgozó, orvos, tanár, szülő, bármi vagyok, akkor tudom, hogy fog az én gyerekem, paciensem, diákom, egyáltalán a gyerekek és a felnőttek különböző szereket ki fognak próbálni, és kisebb vagy nagyobb rendszerességgel ilyeneket használni. Tehát az az üzenet, hogy ne próbáld ki, ez el fog érni a populáció egy részéhez, lesz. Tehát, hogy az iskola prevenciós programoknak is egy része célba ér úgy, hogy hiába használ, hogy ne próbáld ki, lesz a gyerekeknek egy része, aki nem fogja kipróbálni soha életében. De van egy jelentős rész, aki ki fogja próbálni az alkoholt, van egy szintén jelentős rész, aki ki fog próbálni kanabiszt és egy drogokat. Ott kell, hogy legyen más üzenet, mert semmi más nem mondok, mint hogy ne próbáld ki, akkor azokat, akik viszont kipróbálják, azt ott elvesztettem örökre. Mert akkor nekik semmit nem mondtam. És ez 30% jelenleg a középiskolákban, ahogy mondtad. Például a marihuána. 16 éves korig. Igen, 70-80% alkohol. Tehát, hogy ez a, és hogy amikor ezeket a racionálisabb drogpolitikákat látjuk, beszéltünk a kanadairól, beszéltünk a hollandról, de mondom, Európa nagy részében is a kanabisz szabályozásában ez történik, akkor ott valójában azt történik, hogy megnézem, hogy mi tud az az üzenet lenni a többieknek, vagy mi tud az a szabályozás lenni az üzenettel összhangban, ami kisebb ártalomhoz vezet, mint nagyobbhoz. Tehát hogy tudom az ártalmakat csökkenteni? Mert nyilván a cél nem az végső soron, hogy ne próbáljon ki senki semmit. Ez lenne az ideális, ezt tudjuk, hogy nem tudjuk elérni, de ha ezt nem tudjuk, akkor azt tudjuk elérni, nem is feltétlenül az a cél, hogy minél kevesebben próbálják ki, hanem az a cél, hogy ezeknek a szereknek a használatával kapcsolatosan minél kevesebb ártalom érje az egyént és a társadalmat. Azok az ártalmak, amiket ott összeszedtek a David Nutték, meg még sok nem. És hogy akkor ezek különböző üzenetek lesznek persze a különböző populációnak, mert nyilván egy iskolás populációnak azt tudom elmondani, hogy ha mégis kipróbálod, akkor legyen ott más. Ha mégis kipróbálod az LSD-t, amit inkább ne próbálj ki, mert végképp ez nem az az életkor, de akkor legyen ott valaki, aki nincs LSD hatása alatt, vagy ha mégis kipróbálod a marihuánát, akkor legalább eszedbe ne jusson kocsiba ülni, meg ne közlekedjél, mert az nem. Tehát, hogy egy csomó olyan üzenet lehet, amit viszont, ha csak a tiltás van, akkor el se jut a potenciális használóik, pedig valójában... És nem segített, mert a tiltás nem segített, és nem tud segíteni. Igen, és aztán ez pörög tovább nyilván, mert van, aki a heroint is kipróbál, és megint ott van a heroinfüggő, és neki is mondani kell valamit, mert ott meg azt mondom, hogy oké, ha használod,
ugye itt jött be, amiről beszéltünk a brit-kolumbiai szóval, hogy akkor ott nézzem meg, hogy ott hogy tudom csökkenteni a kockázatot, úgy, hogyha adok neki steril fecskendőt, mert hiába mondom, hogy vagy ha azt tudom mondani, hogy ne szúrja magát, hanem inhalálja, vagy használja valamilyen olyan módon kisebb a kockázat, és akár adok neki metadont, ami helyettesíti az opiátot, akkor megmarad a függősége, de ezt el kell fogadnom, mert adott pillanatban ő nem tudom tőle elvenni. Ha elveszem, ha nem adok neki metadon, akkor az utcai heroint fogja használni, amivel nagyobb a kockázata a túladagolásnak, nagyobb a kockázata az AIDS-nek, és nagyobb ilyen módon nem csak az egyéni, hanem a társadalomra háruló teher is. És akkor itt vissza lehet kapcsolni az attitűdökhöz, mert könnyen azt mondjuk, hogy ő baja, de nem az ő baja, szóval azért a társadalomnak van szerepe az alkohol probléma, a heroin probléma, és az összes drog probléma kialakulásában. Tehát, hogy az nem egy elegáns hozzáállás a nem szerhasználó társam részéről, hogyha azt mondjuk, hogy én mosom kezeimet, nekem ez semmi közöm, és hogyha ő ezt választotta, nem választotta, a függőség egy betegség. Tehát, hogy ezt tudnunk kell, nagyon sokszor úgy gondolunk a függőségekre, mint ami az akaratgyengeséggel, meg a morális gyengeséggel függ össze. Nem, ugyanolyan betegség, mint mármilyen más, mint a akár COVID, mentális, vagy szomatikus zavar. Ezek az emberek, akik aztán függő, és most nem a kipróbálásról leszünk, függőségről beszélünk, ők súlyosan szenvednek, megvan az oka az ő betegségüknek, biológiai, pszichológiai, családi, társadalmi. Nincs szabad akarat. Ebben nem megyünk bele, ebbe a filozófiai vitába, de pont Dáviddal csináltuk ezt a részt, majd azt is belinkeljük. És akkor lassan levezethetünk, mert akkor viszont nagyon jó marketing üzenet. Csak még egy dolog ehhez kapcsolatban, amit mondtál, hogy ha már itt közgazdászok is ülnek, akik szeretnek függvényeket nézegetni, tehát itt olyasmit mondtál, hogy az ártalmat minimalizáljuk, és az ártalom minimalizálása az egy reális világban az nem az lesz, hogy senki nem szed semmit, mert úgyis valaki fog valamit szedni, és akkor már valami olyan üzeneteket küldjünk, amelyik ezt a függvényt majd inkább a legkisebb pontjába teszi, ilyen társadalmi szinten. De minthogyha ennek a holland adásnak kicsit más üzenete is lett volna, és ez engem igazából ez döbbentett meg, hogy ez azt mondta, hogy nem, ez lehet élvezni, tehát hogy itt nem csak ártalom van, hanem ezek adnak is neked valamit, élményeket, jó izéket, úgy amellett, hogy ezek veszélyesek is tudnak lenni, de minthogyha ezt nem tagadta volna el. Mint az üres beszélgetés. Az is veszélyes, de mégis egy szociális élményt ad. És hogy ez egy másik függvény, tehát hogyha az ártalom mellé hozzáveszik azt, hogy ebből vannak ilyen pozitív dolgok is, amit hát persze hogyan mérünk, a fene tudja, mint hogyha itt ez egy kicsit más ilyen álláspont lenne, és ez világos, mert az alapkezelési szakmában is azért ez van, hogy két dologgal dolgozunk, az egyik a hozam, amit elérünk, és ez ilyen nagyon egyszerűen mérhető, de hogy van közben egy felvállalt kockázat. És az egy sokkal nehezebben mérhető dolog, hogy én nekem most mázlim volt, amikor jó hozamot értem el, de közben marha nagy kockázatot futottam, csak éppen szerencsém volt, és nem ütött be a krach, vagy igazából nem is futottam kockázaton. És hogy jön ez? Ez csak az, hogy ennek a dolognak, hogy te szert használsz, és ezzel kapcsolatban vannak jó élményeid, igen. Ez alatt te kockázatot futsz valójában. Ami egy nehezen mérhető dolog. Tehát, hogy csak azt mondom, hogy ez egy olyan kérdés, ami nem, tehát az alapkezelő szakmában is, ahol egyébként számok vannak, és egy görbe ott van, hogy méri a teljesítményedet napról napra, hogy a te portfóliót hogyan alakul, de közben az, hogy te milyen kockázatot válasz fel, az egy olyan kérdés, ami valamennyire rejtve marad. Tehát, hogy fontos dolog nagyon a kockázatkezelés a mi szakmánkban, és hogy ezért akarjuk az ártalmat csökkenteni inkább, vagy talán ez az a függvény, ami fontosabb számunkra, hogy az ártalom az hogy egy nagyon fontos függvény szintén. Igen. Na figyelj, én ennél egyszerűbb üzenettel zárom. Egy nagyon jó marketing üzenettel. Van egy nagyon jó ismerősöm, aki nem iszik, meg más drogot sem fogyaszt, kivéve egyet a cukor. A cukor is drog?
Hát itt el a dikcióról beszélünk, egyre több kutatás van. Ugye cukorral meg a zsírral van egy evolúciósan erős kapcsolatunk, és most, hogy ezek eléggé hozzáférhetőek, ugye, ezek ugye nagyon alapvető energiaforrások, tehát evolúciósan kialakult, hogy nagyon szeretjük és használjuk, viszont ugye ez könnyen kialakulhatott evolúciósan, nem volt hozzáférhető a őseink számára. Most ez hozzáférhető, és ez galibát okoz valóban. Igen. Na, szóval kivéve a cukor, az az egy drog, amit fogyaszt, és így aztán a space cake formátumban be tudja szedni a drogokat is, és a munkahelyén találkozott a space cake-kel, a füves süti. Hollandok kedvenc étele, gondolom én. Nem kell egyetérteni. Na szóval, és akkor persze a klasszikus találkozás, megevett egyet, semmi hatás, megevett kettőt, semmi hatás, megevett hármat, semmi hatás, majd egyszer csak jött a hatás, és itt ez az nem első, olyan... Az első, egyszer csak beütött az első. A másik, a harmadik. Úgy nem, ez egy pszichedelikus baleset történt vele. És ez nem olyan, mint az alkohol, nem elhányja magát az ember, hanem kába lesz, itt bizsereg, ott bizsereg, meg... És akkor így nem akart hazamenni a családjához, mert gyerekek, stb. Ne így lássák, úgyhogy gondolom, haza sétál a másfél óra, csak kitisztul a feje, és ahogy azt mondta, hogy sétált hazafelé, egyszerűen, ha lenézett a földre, és fölnézett neki, már elfelejtettem, hogy merre jár, és hova megy. És meg kellett mindig nézni a GPS-t, hogy ő merre jár, és hova megy, és hogy jut haza. De ennek volt egy másik, mert biztos mindenkire másképp hat a fű, rá így hatott, hogy egy ilyen a rövid távú memóriáját teljesen kikapcsolta. És viszont ennek volt egy másik következmény, ez egy elég okos ember, aki nagyon sokat szokott gondolkozni, kiváló társasága önmagának, nagyon jól elszórakoztatja magát gondolatokkal, meg párbeszédeket rakosztat, meg stb. De ezt elveszítette, ezt a társaságát. Tehát elveszítette gyakorlatilag önmaga társaságát, mert egy gondolatot nem tudott végig gondolni, hiszen annyira a fű hatása alatt volt. És akkor ezen az én marketing üzenetem, hogy mindenki legyen olyan ember, aki annyira szórakoztató önmaga számára, hogy az önmaga társaságát nem akarja elveszíteni, csak azért, hogy egy kicsit bizseregjen a bal keze, vagy én nem is tudom, mi a pozitív hozadéka. Mit szólsz ehhez a marketing üzenethez? Jó. Tehát nyilván, ha jól értem, akkor az üzenet talán, hogy... Hogy nem éri meg, hogy nem éri meg elveszíteni magunkat. Magad. Igen. Sokkal jobban megéri önmagadat megtartani társaságnak, mint bizseregjen a balkarod. Igen. Ugye az a baj, amikor, és erről beszélt Zsolt, hogy valakinek a személyiségéhez valamilyen drog illik, amikor egy szerhatására ugrik elő a te saját társaságod, és pont hát ez okozza ezt a jó Igen, hát most ez már olyan jó lezárás, hogy nem akarok visszakanyarodni, de hogy igen, pontosan így van, mert ez az ellenkezője. Tehát akkor van kockázata a szereknek, hogyha nem vagyok magamnak jó társasága, tehát vagy picit általánosan, hogyha nem tudok valahogy itt a világban ügyesen, jól, boldogan, többé-kevésbé. Tehát nyilván nem fenékig tejfel senkinek, és főleg nem mindig, de hogy ez egy kérdés, hogy ha többé-kevésbé itt elboldogulok, és jól vagyok magammal, a környezetemmel, a szeretteimmel, a munkámmal, akkor azt nem akarom elveszíteni a drogokkal, így van. Ha nem vagyok jól, akkor jön az, hogy próbál valamit az ember találni, ami ezt így vagy úgy kompenzálja, és ott van kockázat. Szóval igen, egyetértek. Nem sikerült a De sikerült, a szép mert a... De sikerült, de van még egy. Na, még egy arra már nem még reagálok. Jobb, a még jobb lezárás. Ugyanis kevésbé fenkölten is el lehet jutni ugyanígy, de ha az ember, és én ilyen voltam, az ember mindig józan, nem iszik buliban sem, az kurvára csajozós. Tehát mindenki higgy el, az nagyon csajozós, hogyha én vagyok az egyetlen józan ember a buliban. Ezért se igyatok, gyerekek. Na, de ha nincs semmilyen kiváló marketing üzenetet, akkor nagyon szépen köszönjük Zsoltán részvételt. Én is köszönöm. Sziasztok. Köszönöm. Ha tetszett a videónk, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ahol hasonló tartalmakkal találkozhatsz.